ismertesd meg velem a te utadat. Idén egy kis gömöri faluban Dereskén tartották a felvidéki magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségét. Szlovákiában jelenleg 239 magyar tanítási nyelvű alapiskola működik. Ezekben az oktatási intézményekben 3675 elsős kezdte meg az új tanévet, vagyis 45-tel többen, mint tavaly. A központi tanévnyitó helyszínén Dereskén járunk, ahol a háromosztályos kisiskolába a diákok olyannyira szeretnek járni, hogy még a szünidőben is gyerekzsivajtó voltak hangosak az osztálytermek. A Kárpát-medencei kertprogram egyik mintaiskolájában idén 32 diák kezdte meg az új tanévet, országos szinten pedig 29 ezer gyermeknek szólt a becsengetés a magyar iskolákban. Összességében a legtöbbet az mondja el, hogy 300 ezer gyermek számára tettük és tesszük elérhetővé a Kárpát-medencében, Magyarországon kívül a minőségi anyanyelvű oktatást. Az államtitkár beszédében kiemelte, hogy több oktatási intézmény iskolabuszt kapott, valamint a magyar kormány jóvoltából folytatódnak a külhoni diákokat támogató programok is. A következő időszakra a legfontosabb feladatunk az, hogy meg tudjuk őrizni azokat az eredményeket, amit az elmúlt 12 évben értünk el. A futóprogramokat mindenképpen megőrizzük, illetve az intézményrendszerünket erősítjük és fenntartjuk. A fennmaradás biztosítéka az anyanyelv, amely születésünktől fogva velünk van. Ezt már a Pedagógus Szövetség elnöke mondta, aki ünnepi beszédében az anyanyelvi oktatás fontosságáról, a magyar iskola identitás formáló hatásáról, a pedagógusok és a szülők felelősségéről beszélt, valamint megköszönte a magyar kormány rendkívüli ajándékát. Az iskolabuszok hatalmas nagy öröm, az egész országban egy hatástanulmányt készítettek, tehát nagyon alaposan átszámolták az adatokat, és ez alapján döntöttek úgy, hogy ezek a települések fognak kapni iskolabuszt. Magyarországi támogatással számos óvoda épült Szlovákiában, középiskolák, felsőoktatási intézmények, kollégiumok kaptak támogatást, és fut a Szülőföldön Magyarul ösztöndíj program is. Van benne könyv. A környékbeli kiselsősök az ünnepi tanévnyitón kapták meg a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíját, valamint az ajándékokkal teli iskolatáskát. Van egy könyv, amikben állatmesék vannak, és nagyon szeretném magamnak elolvasni. A tanévnyitón 27 nyugdíjba vonuló pedagógus vehetett át köznevelési díjat. Egyikük Bodnár Mária, aki szerint a mai fiatalok nem olyan rosszak, mint mondják róluk. Én egy olyan gimis osztályba jártam, nagyon rosszak voltunk. Mi pofátlan gyerekek voltunk, és én ahhoz képest ezeket a gyerekeket egész jóknak látom. Úgyhogy én nekem jó iskola volt a gimnázium, az én saját gimnázium évem. Örvendetes, hogy Szlovákiában a magyar iskolába íratott diákok száma évről évre nő, azonban ez a tanév sem lesz könnyű. Tavaly a koronavírus járvány miatt kellett otthon maradniuk a diákoknak, most pedig az elszabadult energiaárak miatt lehet távoktatás.